Öten vannak hatósági karanténban Szekszárdon, ők egyelőre nem kértek segítséget az önkormányzattól, péntekre viszont 13-ra emelkedett azoknak az időseknek a száma, akik élnének a lehetőséggel. Bevásárlás, gyógyszer, kutyasétáltatás a leggyakoribb, de szemüvegkiváltást is kértek már az önkéntesektől. Így viszont a kiemelten veszélyeztetett korosztályba tartozóknak nem kell elhagyniuk otthonaikat. 23-an jelentkeztek péntekig segítőnek, az egészségügyi állapotukról kérdőíves önbevallással győződnek meg, majd igazolványt kapnak az önkormányzattól. Szeretném hangsúlyozni újra, hogy az egyik legfontosabb dolog, hogyha lehet, akkor maradjanak otthon, különösen 70 év felettiek, hiszen számukra minden szolgáltatás, az ételkiszállításra, a csekkbefizetésig mindent megteremtettünk és biztosítunk számukra. Úgyhogy nincsenek arra rászorulva, hogy a város járják. Szekszárdon 5070 év fölötti idős ember él, ha pedig a 65 éven felülieket nézzük, ők 8000-nél is többen vannak. Ács Rezső elmondta, hogy a piac ugyan bezárt, de a szabadtéren árusítók maradhatnak a város területén, és újak is jöhetnek. A Volán busz már áttért a nyári menetrendre, a buszokat napvégén fertőtlenítik, és dolgoznak a készpénzmentes jegyváltás bevezetésén. A posta hétfőtől külön időpontban fogadja az időseknek segítő önkénteseket, a Megyei Védelmi Bizottság ülése után pedig arra kérik a szekszárdi lakóközösségeket, hogy lehetőség szerint naponta kétszer fertőtlenítővel takarítsák ki a lépcsőházakat. A nagyáruházakat pedig arra kérik, hogy gondoskodjanak a bevásárlókocsik fertőtlenítéséről. A polgármester találkozott a közszolgáltatók képviselőivel, a hulladékszállítás zavartalan, bár a lomtalanítást a vírus idejére felfüggesztették. Piros zsákokat kérni most nem lehet, mert nem működnek az ügyfélszolgálatok, ezért a kukák mellé zsákokban kitett szemetet elviszik. A víz, villany és gázszolgáltatás biztosított Szekszárdon. Az E.ON, a távhőszolgáltató és a vízszolgáltató Erőv Zrt. Is felfüggesztette a mérőóra leolvasásokat. Az intézkedésekkel járó pluszköltségekre megvan a fedezet. 120 millió forintot a költségvetésből átcsoportosítottam, illetve kb. Ekkora összeget záróltam is, és ezzel párhuzamosan a modellvárosok programból 1 milliárd forintnak a felhasználását kértem a miniszterelnökséget vezető minisztertől, erre még a választ nem jött meg, úgyhogy én azt gondolom, anyagi korláta a védekezésnek nem ez. Egy a lényeg, hogyha ezeket bezadjuk, akkor jelentős mértékben tudjuk csökkenteni a fertőzésnek a veszélyét. A polgármester beszámolt arról is, hogy a város többségi tulajdonában álló KT Dynamic Kft. Szájmaszkok gyártásába kezdett. Napi 100 darab előállítására képesek, viszont a maszkok moshatók és újra felhasználhatók. Tőlük rendelt a tűzoltóság, rendőrség, tehát nagyon sokan, úgyhogy velük kell majd megállapodnunk, hogy milyen arányban és hogy kapjuk meg a maszkokat. Szeretnénk kiosztani az orvosoknak, szociális személyzetnek, mindenkinek, aki mondjuk veszélyben van egyáltalán a szájmaszk használata nélkül, és a későbbiekben szeretnénk adni az idősebbeknek is. Kesztyűből 22 ezer darabot rendelt az önkormányzat, ez már megérkezett. Ács Rezső szombaton a rendőrséggel és a közterületfelügyelőkkel tárgyal, hogy megpróbálják megakadályozni a fiatalok bandába verődését.